Jó estét kívánok! Köszöntöm a heti kulturális magazinunk nézőit! Immár állandó tárlaton láthatók a Hajdanán Lellén ért Szalai család emlékei, használati tárgyai. A família mintegy 150 évig kötődött a településhez. Egykori kúriájukban több teremben mutatják be a szalaiak mindennapjait. A kiállításon azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy miként került Lellére egy majom, és azt is, hogy milyen lakomákat tartottak itt vendégeiknek a házigazdák. Miben újult meg a szalai kiállítás? Igazából a korábbi tavalyi kiállításunkhoz képest annyival másabb, hogy ez egy állandó kiállítás lett. Ugyebár annak idején, tudjuk több leírásból, hogy maga a kúria épületében különböző trófeákkal, illetve egzotikus utazásokból hozott szuvenírekkel díszítették az egész épületet, maga a szalai család. És ez a koncepció volt az, amit most megvalósítottunk ebben az állandó kiállításban, hiszen a már meglévő Afrika kiállítások hoz egy termekbe került be a már meglévő szalai kiállításunk. Ugye itt vagyunk a Balatonlelei Művelődési Házban, amely régen a Szalai család vidéki bázisa volt. Mit kell a családról tudni, mely időszakot öleli fel az ő lellei tartózkodásuk? A család a 18. századba került Balatonlellére, 1728-tól pontosan, és egészen 1838-ig egy vályog és kőből épített udvarházban éltek, akkor épült meg a jelenlegi művelődési ház épülete, Szalai József építette, és később az ő gyerekei és unokái lakták ezt az épületet, egészen 1950-ig. Eredeti formájában látható most az épület? Ugyanígy tervezték, ugyanígy építették annó, vagy bővítették is ezt? Lehet erről valamit tudni? Volt bővítés, igen, mert hogy az 1920-as évekre két hölgy, Szalai Hedda és Szalai Minka, mint testvérpár maradtak örökösök, és ők nem csak a birtokot osztották meg annak idején két részre, hanem magát a kúria épületét is. Például, hol most vagyunk, ez a keleti szárny, ez az épület az idősebbik nővéré, Heddáé lett, és ezen a részen zömmel, annak idején a szülei, nagyszülei korában, a konyhák, spájzok, illetve cselédszobák voltak találhatóak, egészen a szalonig bezárólag, viszont ebből kifolyólag neki nem volt főbejárata, így ő például a ma ominózusan ismert Kossuth Lajos utcai főbejáratot építette, ezt a tümpanonos főbejáratot a Szalai család címerével. Mekkora uradalma volt a Szalai családnak, mekkora gazdaságot tartottak fent itt? Szalai Imre korában volt talán az egyik legnagyobb, itt akkor több mint 700 holdról beszélhetünk. Igazából nem voltak nagy birtokosok, sőt, tehát Lellén voltak nagyobbak, ugye a gróf Jankovics család, akiknek azért 1000 fölött volt a birtok holdak száma. Akkor mégis miért voltak jelentősek a szalaiak Lellei életében? A szalaiaknak a jelentősége abban rejlett, hogy Lelle volt az uradalmi központjuk igazából. Tehát, hogy ők tényleg tavasztól őszig itt éltek, és szívvel, lélekkel éltek a településért. Illetve hát azért meg kell jegyeznünk, hogy ő már özvegy Szalai Imréné, például első világháborús hadikórházat tartott fent Lellén. Ő maga ápolónőként, illetve a konyhán is besegített ebbe az időszakba végig, de ezt nem csak ő csinálta, hanem ezt elvárta a lányaitól és a lányunokáitól is. Mekkora élet volt itt a kúria környékén a 19. században? Igazából itt nagy élet volt, mert hogy ugye Szalai Imre a 48-as pártnak volt a tagja, így számos vendége volt, többek között például Herman Otto, a magyar természetkutató, aki nagyon jó barátja volt. Az egyik ilyen alkalommal, amikor így összeverődtek itt Lellén a barátok, ismerősök, akkor hát felöntöttek a garatra,
És olyannyira, hogy kikiáltották a Lellei köztársaságot, és néhány óra erejéig az osztrák-magyar monarchiából Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegyék kiszakadtak, és hát miért is ne egy jó köztársaságnak köztársasági elnökre is szüksége van, és hát a házigazdát illette meg ez a tisztség, úgyhogy Zala Imre lett a köztársasági elnök. Az egész történet szerencsésen végződött, hiszen a hatóságok részéről nem volt megtorlás, mert hogy betudták a jó erős Lellei Bornak. Akkor gondolom reggel a józanodáskor visszaállt minden az eredeti rendjébe. Igen, igen. Ugye Zala Imre nagyon szerette a bort, nagyon sokat foglalkozott vele. Ugye az ő időszaka az a filoxéra vész idején volt. Ő lelkes támogatója volt egyébként az amerikai szőlőfajták betelepítésének, a szénkénégezésnek is, illetve hát a főút és a vasút közötti lellefelsői homokosabb területeken például szőlőket telepített, úgynevezett homoki szőlőket. Szalai családnak mikor kellett elhagyni a Lellét, és mi az, ami utánuk maradt? Ugye ez a mostani állandó kiállítás is a fennmaradt emlékeket mutatja be. 1950-ben voltak ugye az államosítások és a kitelepítések. Az akkor még élő szalai lány, Szalai Minka, ő alsókománai ágyapap Sándorné volt. Neki, a férjének és a lányának el kellett hagyni a Lellét, ők Somogyszélbe lettek kitelepítve. A hölgy már nem is tért vissza, csak koporsóban, mert hogy 53-ban, egy hónappal mielőtt hazajöttek volna, meghalt Somogyszélbe. Neki amúgy két unokahúga volt még akkor az élők között, Nyéki Faragó Ilona és Nyéki Faragó Róza. Róza a háború után sokáig Ausztriában volt, majd utána Budapesten próbált boldogulni, míg Ilona maradt Lellén a férjével, dr. Őrsödi Meissner Emillel, és nekik nem volt gyerekük. És a háború alatt ők kitalálták, hogy egy szegény sorsú kislányt adoptálnak, és nem sikerült sajnos ez a dolog, de a nógrádi pap, aki intézte, őhozzá bejáratos volt egy tinédzser fiú, aki azt mondta, hogy hát ha a kislány nem tud elmenni Lellére, akkor majd ő elmegy, és akkor úgyis sokan testvérek, akkor a szüleinek úgy könnyebb lesz. És el is jött, és akkor adoptálták, és mivel hogy volt egy szegény sorsú gyermekük, így 1950-ben őket nem telepítették ki Lelléről, nem kellett Lellét elhagyniuk, és hát egy istálló épületben maradhattak, és hát a tárgyak zöme az ott abban az istállóban maradt meg. Úgyhogy ez némely tárgyon meglátszik, tehát azért a hosszú évtizedek során nem megfelelő tárolás. Mi az, ami megmaradt az utókor számára? Mi az, ami mondjuk az istállókból került elő, és mi az, ami mondjuk helyi lakosoknak a megmaradt emléke? Igazából minden onnan tőlük maradt meg, az összes tárgyunk, mert hogy igazából olyat tudok említeni, hogy volt egy írószekreter, vagyis van is egy írószekreter, amely az idei kiállításnak már szerves része. Ezt annak idején egy festésnél ők kirakták az udvarra, mert hát útba volt a házba, és gondolkoztak is, hogy hova tudják majd visszahelyezni. És miért is ne egy lelkes műgyűjtő környékbeli orvos arra sétált, és meglátta, és mondta, hogy ő megveszi ezt az írószekretert, és megvette, eladták neki, és most az idei kiállításra ezt úgy visszakaptuk effektíven. Ezt meg is mutatjuk majd később, de hát beszéljünk arról a helyiségről, ahol most állunk. Így nézhetett ki valójában a szalaiak ebédlője? Ez egy rekonstruált ebédlő, tehát például, most nem árulok el nagy titkot, a családnál mai napig megvan a nagy Biedermeier étkezőasztal, amely 24 főre ki lehetett teríteni, ez ahhoz egy csekély asztal. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy az asztal volt legbelül és legalul az istállóba, ezáltal mindent rápakoltak, és a lapjai meg vannak hajolva. De ezeket az étkészleteket ők használták, tehát ezek itt minden az Szalai övék család. Ez az övék volt, igen. Mennyire kell, ha mondjuk egy vacsorára gondolunk, akár mondjuk amikor Herman Otto ide látogatott, mennyire kell igazi pompás lakomára gondolni? Szalai Imre nagyon szeretett tenni. Az étkezés az nála egy ilyen fő dolog volt, meg hát természetesen az italozások. Mert hát ugye ő róla azért tudunk sokat, mert hogy ő nagyon szeretett magáról, meg a Lellei életről beszélni a képviselőházba, meg újságcikkeket írt, és hát szerves része érződött a dolgoknak mindig az, hogy az étkezés az egy nagyon fontos volt. Például érdemes megemlíteni, hogy ha vitorlásával vendégeket hozott Lellére, akkor még a Lellei partok előtt volt egy kis ágyú a hajón, azzal annyit lőtt, ahány vendége volt, így a háznépe tudta, hogy hány plusz fővel kell megteríteni az asztalt. Picit arrébb
sétálunk, és hát a kiállításban a számomra a legkedvesebb helyiség következik. Mi az, amit emögött, az ajtó mögött meg lehet nézni? Mint említettem, annak idején itt voltak a konyhák és az egyéb ilyen dolgok, és hát miért is ne, alattunk van a pince, a családboros pincéje, és hát ahogy megy le a lépcső, itt egy légüres tér lett volna, de hát a régi emberek azok nem szerették azt, ha valami úgy nincs kihasználva, ezért csináltak egy lépcsőt föl a padlásra, de a padlásig nem megy el, oldalról bepolcozták, és elkészült a család spájza. És korabeli eszközök, és hát korabeli receptek is vannak. Nem csak, hogy korabeliek, ezek a család nőtagjainak az eredeti receptes könyveiből lettek kivéve. Tehát ezeket azok a receptek, amiket itt ebben a házban készítettek, és itt fogyasztottak. Nem csak a család egykori gyerekéit, használati tárgyait lehet itt a kiállításon megtekinteni, hanem számos történetet a családról. És hát itt van mellettünk Márkó a majom. Na, hogyan került egy majom Balaton lellére? Hát annak idején Szala Imre nagyon szeretett egzotikus utazásra menni, és hát volt Ceylon szigetén, ez a mai Sri Lanka. És amikor jött hazafelé már az óceánjáró gőzhajóval, ez egy hónapos utazás volt, úgy képzeljük el, tehát el kellett ütni magát az időt ott a hajó fedélzetén, és hát miért is ne, annak idején a matrózoknak volt egy ilyen plusz kiegészítés, fizetés kiegészítés, hogy egzotikus állatokat, papagájokat, majmokat hoztak magukkal Európába, itt meg jó pénzért eladták. És hát Markó is így került erre a hajóra, hogy az egyik matróz vitte magával, hogy na majd itt busásan meggazdagszik belőle Európában. Csak hogy Szala Imre nagyon megszerette az állatot, és az állat nagyon kedvesen viselkedett vele, és ezért megvásárolta, mint leírt a Borsosáron a majmot, és így hozta magával Lellére, mint házi kedvencet. Lellén mennyire keltett ez nagy feltűnést? Hát azért egy majom akkortájt szinte csak az állatkertben volt látható. Hát ugye főleg itt a vidéki emberek még az állatkertben se láttak annak idején majmot, tehát hogy nekik ez egy nagyon idegen dolog volt, maximum képeskönyvekben. Tehát nagy feltűnést keltett, ugye ebből kifolyólag is sokan látogattak Lellére, csak hogy megnézhessék a majmot. De hát ugye Szala Imrétől ez nem volt idegen, mert neki hát volt medvéje, volt őzikéje, akinek arany csengettyű volt a nyakába, és úgy ugrált Lelle utcáin. Úgyhogy nagyon sok állattal így gazdagította Lelle összképét. Úri hóbort volt? Vagy neki ez tényleg keftelése volt, hogy különlegességeket hozzon a birtokára? Neki ez a kettelése volt, neki ilyen lehetett a személyisége annak idején. Tehát például Erdélyből egy vadászbaglyot hozott, és akkor azzal vadászott varjakra, kányákra, a nagy bozótba. Picit még kapcsolódunk ugye a háztartáshoz, de hát azért itt részletesen le van írva, hogy éppen mire mennyit költöttek annak idején. Ez is gondolom a korabeli megmaradt iratok. Igen. Hát ugye nagyon nagy szerencsénk van, mert rengeteg irat maradt meg, úgyhogy lehetett válogatni belőlük. Itt ezek között van olyan, hogy mennyi puttonyt szedtek le a különböző szőlőkből. Ugye tudjuk, hogy Szala Imréné például saját maga válogatta ki a mazsolának valót, és akkor azt szárította, tehát hogy ő szervesen részt vett a háztartásba. De tudjuk azt, hogy mennyi fát rendelt annak idején az intéző, tehát hogy nagyon sok minden volt, amik így a gazdasággal kapcsolatos dolgok. És ugye a régi lakomákról is vannak itt emlékek. Igen. Ugye hát főleg itt a 20-as években fellendült a vendégfogadás még jobban a 19. századhoz képest, mert hogy Szalai Minkának a férje, alsókománai Ágyapap Sándor, ő 1918 és 22 között József Ágost királyi hercegnek volt a szánsegédje. És személyes jó barátságba kerültek, olyannyira, hogy József Ágost és a családja, a fiáik is hosszabb, rövidebb időket töltöttek itt vendégségbe a kúriába. Szekreternél. Miket rejt ez a,
ez az író alkalmatosság? Ez az író alkalmatosságról még előtte azért hagyd mondjak el annyit, hogy ez egy nagyon korai darab, ez az 1840-es évekből való, ez Szalai József a kúria építtetőnek lehetett a tulajdona. És ugye 1852 és 54 között beköltözik a kúriába a fia és a menye a kislányukkal, mert hogy elszegényednek, igen ám, de apa-fia között nagyon rossz volt a viszony, tehát ez egy viharos együttélés volt, viszont azért érdemes megemlíteni, hogy a feleséget úgy hívták, hogy Kisfaludi Atala. Ugye a Petőfi Irodalmi Társaság első női tagja volt, tehát költőnőnk volt, és hát ezt az írószekretert ő is használta a levelei és versei megírására. Mi az, ami itt látható és igazán különlegesség? Az igazán különlegességek azok ezek a régi kis levelek, ugyanis ezek ilyen névjegykártyára írt pár sor, és hogy ne tudják elolvasni, ezért a régi pezsgős üvegeknek a borítását leszették, és azt hajtogatták rá. És ugye ott is a bélyeg. Igen, és a bélyeg és a pecsét. Tehát ezt 1905. február 6-án adták fel Budapesten. Érdekesek ezek a levélnehezékek is például. Igen. Hogyan készítették el ezeket? Annak idején ráragasztották alulról ezek a különböző üveglapokra a családi fényképeket, mert hogy például ezen itt Szalai Minka látható asszonykorába, míg van egy másik, amely úgy szintén érdekes, azon Minka látható a férjével, Alsókománai Ágyapap Sándorral, és a lányokkal, Alsókománai Ágyapap Mariannéval, és itt a budai várba éppen sétálnak. Ugye tudni kell róluk, hogy például szilveszteri misére a budai a Mátyás templomba jártak, lovagolni ők rendszeresen, Marianne is a budai királyi palotának a lovardájába jártak, amit most újonnan felépítettek, tehát azért ők nagy stílű életet éltek. Marianne például repülőgépet vezetett, automobilt vezetett, ott 14-es rajtszámmal éppen versenyzik is. A pesti életüket akkor megtartották? Meg, igen. Ők meg főleg, mert ők tényleg nagy világi életet éltek, míg azért a Minkának az unokahúgai, azok jobban lellén éltek, tehát hogy majdhogy nem mindig lellén éltek. Itt vagyunk egy lakótérben. Mi az, ami hozzátartozott az ő enteriőrükhöz? Mi az, ami nem maradhatott ki mondjuk egy 19. századi főúri lakószobából? Szalai család lakószobájának az egyik érdekessége, éke lehetett, ez Szalai Imrének az ékszeres ládikája, amelyről annak idején azt mesélték nekem, hogy a vas részeit egy helyi kovácsmester készítette. És hát azért nagy szerencsénk van, mert hogy Nyéki Faragó Ilonának, mint látható, nagyon sok minden apró női kelléke is megmaradt, tehát a kis táskája, kesztyűje, kalapja, legyezője, és hát az ékszerei, gombjai, csatjai, és hát a hölgy kolléganőim mindig mondják, hogy hát milyen fantasztikus, mert hogy megmaradtak ezek a régi kis púderesek, amelyekért ők oda és vissza vannak. Tehát, hogy az... Teljes joggal. Mi az, ami az utazásokról emlékek, és mondjuk a lakótérbe is megmaradtak, és mondjuk szerették azokat viszont látni? Hát ugye említettem, hogy nagyon sok minden relikviával tértek haza a különböző utazásokról, és hát ugye Szalai Imre több alkalommal is járt Egyiptomban. Többször járt a gizai nagy piramisoknál, legelső alkalommal be is ment a nagy piramis belsejébe, ahol leírta, hogy ez volt élete legszörnyűbb élménye. Ugyanis sötét volt, pára volt, csúsztak a lépcsőfokok, és a végén csak egy üres törött kőszarkofág várta, úgyhogy élete legnagyobb csalódása volt. De emléknek hazahozta. És hazahozott egy festményt 1894-ből róla, ennek ellenére mégis. A másik érdekesség ez a falvédő, amelyre konkrétan rávartak egy arab szöveget, méghozzá győzelem Allahnak közeli a megnyílás, amely az arab térhódításra utal. Ez mikor érkezhetett? Ez is ugye az 1890-es években. Ugye Szalai Imre 1895-96-ban volt utoljára Egyiptomba, majd utána már Ceylon szigetén volt, ez volt a legutolsó utazása. Ugye ott nagyon sokat vadászott, rengeteg trófea került haza, volt még egy óriás kígyó preparátum is, ami sajnos a 70-es, 80-as években elpusztult, viszont nagyon szeretett volna teknős páncélt hazahozni. Ami teknősöket lelőtt, az mindig alámerültek a vízbe, és nem tudta kiszedni. Ezért kitalálta, hogy a szálloda konyhájáról megvette a leveshez felhasznált leves teknősök páncélját, és mint
szuvenírt hazahozza. Igen ám, de ahogy megvásárolta, másnap indult haza ugye az egy hónapos hajóútra, úgyhogy két kabint bérelt a hajón, egymástól jó messze, egyikbe kerültek a preparátumok a páncélokkal, mert hogy ezek nem voltak rendesen kiszárítva, kitisztítva, így penetráns szagot árasztottak. Ez lehetett a korabeli szalon funkciója, ahol most vagyunk? Igazából most szalonnak van igen berendezve, ez annak idején a konyha lehetett. Tehát ez volt a legutolsó hely, és ugye a konyhától a szalonig volt a Heddának ez a része, így tudjuk, hogy ez volt a konyha. De most a szalonnak rendeztük be, mert hogy itt van lehetőségünk arra, hogy meg tudjunk mutatni egy nagyobb térben azt, hogy milyen lehetett egyáltalán itt az élet. Ugye főleg a szalon annak idején a vendégfogadásra szánt helység volt a családnak, és ugye ezt nem is használták minden nap. Csak amikor jött hozzájuk valaki. Mik kaptak helyet a szalonban? Mi az, amit megmutattak a szalaiak? Tehát a korabeli ónémet szalongarnitúra, ugye a különböző tárgyakkal, itt kaptak helyet egyébként a könyvvitrinek. Rengeteg könyvük volt, szerencsénkre Szala Imre saját házi pecséttel rendelkezett, így beazonosítható az ő könyvtára. Persze azért meg kell említeni, hogy itt az egyik vitrínben például elefántcsontfaragványok találhatóak, amelyek ugye gróf Somsics Pongrácz hozott magával Afrikából. És ugye nagyon sok trófea is van, nem csak ebben a helyiségben, hanem az egész kiállításon. Igen. Ezek kiktől származnak, és hát mely világtájakról? Gróf Somsics Pongrácz Belga Kongóban volt annak idején szolgálatban, és onnan ott vadászott, és onnan kerültek ide a trófeák, míg Soltész István ő pedig Dél-Afrikába vadászott, és onnan. Érdekességként megemlíteném az oroszlánt, ugyanis, hogy van itt egy oroszlánbőrünk. Gróf Somsics Pongrácznak álma volt, hogy oroszlánt lőjön. El is ment egy helyre, hogy akkor lelőjön egyet, és azt mondta, hogy megjelent előtte, úgy, mint a gyermekképes könyvekbe, és egy lövéssel leterítette az állatot, majd amikor odament és megnézte, hogy mi a helyzet vele, akkor pár méterre tőle a bozótból előugrott egy nőstény oroszlán, és nem merte lelőni, mert hogy egy oroszlánra volt engedélye, ezért hangosan elkezdett üvölteni, ami hallatán a nőstény oroszlán eloldalgott onnan, és nem történt baj, viszont amikor Somsics körbenézett, az afrikai kísérőik a fegyvereiket eldobálták, és a környező fákra menekültek. Zebrát is lőtt, több zebrát is lőtt az élete folyamán, és hát miért is ne, mint az oroszlán, úgy a zebrát is ők szőnyekként használták annak idején, és mindig azt mondta, a gyerekei előszeretettel játszottak az állatbőrökön, ezért ilyen kopottak, és ez meglátszik rajtuk, ugye az oroszlán fején például rendszeresen lovagoltak a fiai. A mostani kiállítás akkor tulajdonképpen a Szalai család emlékét és az Afrika kiállítást ötvözi, itt Balatonlellén? Igen, ez a két kiállítást együtt kiegészítik egymást. Egyébként annak idején mondjuk egy szalonban mennyire kaphattak helyet a trófeák? Akár egzotikus trófeákra gondolunk, akár így a Kárpát-medencében lőhető állatoknak a trófeáira. Tehát mindenféle, még a köznemesi családoknál is ez egy rendszeresen előforduló dolog volt. Ugye a lakószobában láttuk a papírnehezéket, ugye eléggé találékonyak voltak. Amit szerettek volna, azt megoldottak. És hát itt az asztalon is van egy igazán különleges könyv. Hát igen, egy kis különleges könyv. Miért is ne? Hát ugye a 30-as évekből Stümer gyárnak a bombonos doboza. Könyvnek átszázva. Ugye annak idején nagyon divatosan magyaros mintákat rajzoltak rá a dobozra. Ugye nyáron nyitott meg ez az állandó kiállítás. Milyen az első fogadtatás? Nagyon jó volt az első fogadtatásunk, hiszen a Szalai napokkal nyitottunk meg, tehát rengetegen megnézték, rengetegen voltak itt a teltházas tárlatvezetéseink voltak. Van-e célközönség, vagy mindenki korosztály megtalálja a számára érdekeset ezen a kiállításon? Igazából én úgy gondolom, hogy minden korosztály megtalálja, és minden korosztálynak van érdekesség, ami esetleg lekötheti, vagy amire rácsodálkozhat, hogy ilyen is volt.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, ennyi fért magazinunkba. Somogy kulturális híreivel egy hét múlva jelentkezünk újra itt a Somogy Televízióban. Videóinkat megtalálják Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra kattintva. Viszontlátásra!